Készítik az ajándékcsomagokat a Szabó Gyula utcai közös igazgatású szakközépiskolában. Minden osztályban kihelyeztek egy szeretett dobozt, amelybe ajándékokat, könyveket, játékokat hoztak a középiskolások. Emellett karácsonyi műsort is összeállítottak. Készültünk a produkcióval, hoztuk az osztályba szebbnél szebb ajándékokat, plüsöket, édességeket, amikkel szebbé tudjuk tenni másoknak karácsonyat. Szép ajándékokat csomagoltunk. Nekem is öröm az, ha másnak boldogságot tudok okozni. Az iskolában az ajándékhoz egy mosolyt, jót tenni jó elnevezésű rendezvényt nem csak karácsonykor tartják meg. A diákoknak így már természetes, hogy ajándékozni jó és örömet szerezni fontos. Fontos a mai világban ráébreszteni a középiskolás diákokat, hogy adni jó, jót tenni jó, és egy kicsit a szociális érzékenységüket ugye táplálni, erősíteni. Én is azt tartom fontosnak, hogy ugye karácsonykor nem az ajándék nagysága fontos, hanem tényleg az, hogy szívből jön, hogy szeretetből adjuk, és igazán én azt kívánom mindenkinek, hogy ezen éve karácsonyán mi legyünk egymásnak az ajándék, hiszen ennél fontosabb nincs, hogy ugye értékeljük az együtt töltött időt, amit szeretteinkkel tölthetünk. Az összegyűjtött ajándékokat a speciális alapiskola diákjai, illetve azok a Csallóközi beteg gyerekek kapják meg, akiknek az előző években az iskola jótékonysági koncerteket szervezett. Emellett ajándékcsomagokkal örvendeztetik meg a gyermekotthon lakóit is.